Gondolom, olyan idegbe vagyok, hát nem igaz, tényleg rohanok, hajtok, érted, sportolok, hát te, ígértem neked, hogy egy kis közé, Cilla kultúr perceket pár ilyen udvariasszák, hogy hogy illik viselkedni, illik tudni, kérem, szeretett, nem tudom, volt-e ilyen könyve gyerekkorodról, nézd a pupos liliomot, anyukám, most még nem nyit ki még zöld, ezt így érdemes megvenni, hogy még a virágok zárva vannak, és utána piffértet kirobban. Na de, hogy milyen viselkedési formák vannak, most nem akarok belemenni a spanyol etiketbe, hogy belső lakosztályú hölgyek belépése csak a legnagyobb és legőszébb történelmi családok, ez anyukám, eznek vége, ez taka, ez ment a Versailles-ba, meg ment anyukám Sönbrunnba, de ennek mi az a első lakosztályjogú hölgy, ki tudja anyukám, mit lakosztályjogúzol. Az viszont egy nagyon fontos dolog, például az egy nagyon fontos dolog, mert sokan nem tudják, na hát erre is van egy sztorim, kézzel volt egy kanim, nem most 20 éves koromban, mit tudom én, 90, mikor voltam 20 éves, 90 valamikor megismerkedtem egy kanival, jó. De azt hitte, hogy egy kisnő vagyok, és azt hitte, te udvarolt, és hogy hát mint a kisnőkkel úgy kell az öreg Cillát is kezelni. Én majd elájultam, elmentünk egy halászcsárdába, te húzta, vonta a széket alattam, mondom, te Jézusom, anyukám, ne haragudjál, már úziskodik, nem egy kisnő vagyok, érted, egy szűzlány, érted, itt húzod a széket, te összes pincérügy, dűk, ez mit húzogatja a széket? Te mondom, ha megérkezik a rózsával, te vörös rózsa, kamem. Na most ez egy nagyon fontos dolog, például, hogy amikor egy kisnővel megjelensz, és belész a étterembe, akkor nehogy azt gondolt, hogy neked így parancsolj, és lököd belőle az étterembe. No. Te a kani lépsz be először az étterembe, oda mész a pincérhez, érted? Vagy tudod ott a deszkhez, akkor mondják, hogy akkor oda vezetnek az asztalot. Te mész elől vezeted a kis hölgyet, mert védelmezed. Ez egyébként minden ilyen logikáról szól, bevéded a nőt, és utána leülteted az asztalhoz, és betolod a majom széket, vagy a pincér, vagy te betolod a széket. De ugyanez például, ez is egy technikai dolog. Mész, főfelé mentek a lépcsőn, mi történik? Előre engeded a kisnőt, mert főfelé menetelsz a lépcsőn. Tehát a kisnő anyukám megbotlik, mert be van tintázva, így is hátraborulna, akkor el tudjad kapni. Dük már, Mari, mi van? Megállt ott a pia? Akkor ez van. Lefelé viszont te mész előre a lépcsőn, megint technika, mert ha előre bukkanna a kisnő, akkor pif ráesik a kanira. Érted? Tehát teljesen egyszerű. Na most a virág. Na, az is nagyon fontos, mert ott is meg tudnak őrülni. Érted? Hogy a virág? Hogy adjuk a ott is ideg van. Most nokodacó a virág egyébként azért is nagyon fontos, mert hétfőn, amikor rávágják az ajtót, anyukám minden bőzár, érted? Akkor a nemzetközi nőnap van, ekkor adjuk oda, ugye betiszteljük, böböcsüljük a nőket, asszonkákat, és virágot viszünk. Na most első körben leveszed a csomagolást a virágról. Tehát ne ilyen celofános, papíros őrületbe adjad oda a virágot. Nagyon fontos, hogy milyen színű a virág. Tehát fiatal lánynak például, sasplant, reklám, anyád úristeni, fehér liliumot, fehér virágot viszel. Krizantémot leginkább a temetőbe viszel. Tarka virágot, az nem annyira ízléses, ha nagyon-nagyon színkavalkád van, azt általában mezei virágból szokták megcsinálni. Fontos az, hogy 10 szál alatt mindig páratlan legyen, 10 szál fölött viszont lehet már páros is a virág, mert akkor a nagy bokrétáról beszélünk. Ez is egy érdekes és fontos része ennek, érted? Akkor ezen kívül például, akkor nagyon fontos, hogy milyen alkalomra visszük a virágot. Például a vörös virágok, érted, azok egy nagyon érzelmi, nagyon szenvedélyesek, anyukám, aztán ne vigyél a nagymamának 30 szál vörös rózsát, mert azt fogja mondani, hogy dég, de oda van, értem a kis unokám, érted? Az se lehet. Például mirtuszt azt csak a menyasszonynak szoktunk adni. Tehát vannak ilyen apró dolgok, túl nagy csokrot sem illik vinni, most majd nőnapkor, tehát egy ilyen 40 szálas ízét, meg gondolj arra, hogy a háziasszony nem tudja, lehet, hogy nem tudja, hogy hova tegye. De egy ilyen nagyobb virágcsokrot, az például nem fontos személyesen eladni, odaadni, mert ugye azt küldöd, érted? Mint a Jockey Ewing küldte a szeretőinek, tudod, aki modellkedel, ne ének nem vett, gondolhatod. Na most a virágot mindig anyukám bal kézzel nyújtjuk át, mert a jobbal tudunk így kezet fogni, ez is egy ilyen nagyon fontos része. A virágot mindig egyébként a férfi adja, mondjuk látogatásban, mint szólóval, akkor ne a nejed. Marika, add már oda a rózsát, amit hoztunk, ez semmi.